új részletek derülhetnek ki az olaszországi Liga pártnak nyújtott állítólagos orosz támogatásról. Korábban a BuzzFeed-en jelent meg, hogy a párt elnökének, Matteo Salvininek a bizalmasa Moszkvához köthető személyekkel tárgyalt a tiltott finanszírozásról októberben. Antonio Conte miniszterelnök úr jelentést mutat be a szenátusnak a Ligának nyújtott állítólagos orosz támogatásról. Ezzel próbál meg reagálni arra a rengeteg megkeresésre, amelyek mind az ügy tisztázását követelték, és nem csak az olasz parlamentből, hanem külföldről, például Angela Merkeltől is, jelenti az Euronews tudósítója Rómából. A kormányfő mindenek előtt meg fogja védeni a kabinet munkáját, de Matteo Salviniét már kevésbé. Bemutatja az ügy legfrissebb fejleményeit is, melyekből kiderül, hogy a tárgyalások jóval október után is folytatódtak. Salvini egyre nehezebb helyzetbe kerül. A BuzzFeed leleplező anyaga után még azt mondta, hogy nem beszél a botrányról a parlamentben, mert az csak a képzelet szüleménye. Később azonban már úgy döntött, hogy hajlandó nyilatkozni az ügyről a szenátus előtt is.